Ha a gitározás során nehézségeket, esetleg elakadásokat észlelünk, annak egészen triviális okai is lehetnek, például a rossz kéztartások. Igen fontos ugyanis a hüvelykujj helyzete, a csukló és a kézfej szöge, illetve a pengető tartás és annak stabil fogása is. Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy a kezünk elég laza és természetese, hogy az erőhatásokat megfelelő helyről feltjük-e ki, illetve hogy stabil a pengetésünk és van-e benne rendszer. Természetesen a legfontosabb dolog, hogy a kezet lazán természetesen tudjuk tartani, ne legyen benne feszülések, fájdalmak, egyebek. Ugye alapból mindenkinek egy picit különbözik a genetikája, és így a kéztartások is mindenkinek egy picit másképpen fognak alakulni, nincsenek tehát ilyen bevesztendőnek, hogy csak így vagy csak úgy. De azért vannak ilyen általános dolgok, amikre érdemes figyelni. Például, hogyha mondjuk egy nyújtottabb ujjrendeket alkalmazunk, akkor a hüvelykujjat szépen hátra tolni, előre a kézfejet, és akkor szépen szemből tudunk mindent kényelmesen játszani. Hogyha mondjuk itt fönt lenne a hüvelykujjunk, akkor ugye nagyon nehéz lenne ezt megcsinálni, ezt a nyitott kéztartást, biztos, hogy lenne benne feszülés is. De például egy hajlításnál jól jöhet, hogyha a hüvelykujjat ide feldobjuk, az egyrészt ad neki egy támaszt, másrészt stabilizálja a kéztartást, egyébként itt alulról is meg lehet akár támasztani. És így megfelelő helyekről érkezik az erőkifejtés is, hiszen így az egész kézfejnek, a csuklónak az erejét bele tudjuk vinni ezekbe a hajlításokba, és sokkal jobban tudjuk pozícionálni, hogy pontos legyen a hajlítás. Viszont hogyha egy szemből nyújtanánk, akkor csak az ujjak erejét tudnánk belevinni, és nem biztos, hogy elég lesz, és nem biztos, hogy pontos lesz. Aztán például, hogyha mondjuk van egy jellikkünk, ahol ugye fontos az, hogy a dupla hangot pengetünk, de a gyűrűs ujjas csak a mélyebb húra kalapáljon, és ne érjen hozzá a magasabb húrhoz. És csak úgy tudjuk megtenni, hogyha figyelünk a kéznek a szögére, hogyha ezt a külső élét egy picit följebb húzzuk. Nagyon kényelmesen ki tudjuk játszani, nem fog hozzáérni az új. Viszont, hogyha így játszanak ilyen elfertített tartással, akkor valószínűleg hozzá fog érni, és akkor nem fog jól kijönni a lick. A pengető kézre, illetve a pengető tartásra sincsenek ilyen standard formák, nagyon furcsa pengetési stílusokat láthatunk bizonyos embereknél, akiknél még ráadásul ez jól is működik, például gondoljuk csak Marty Friedmanre. De azért ennek ellenére érdemes egy ilyen általánosabb megközelítést keresni itt is, ahol, amivel nem foghatunk mellé, hogy a csukló laza legyen, és elég mozgástere legyen bizonyos technikákhoz. A pengető tartásnál ezt a stabil tartást szoktam javasolni, ahol a mutatóinak az élére fektetjük a pengetőt, és szépen stabilan tudjuk fogni, de azért elég mozgásteret is tudunk engedni a kéznek. Nem biztos, hogy jól működne ez az összecsíptetett, vagy ilyen több ujjal fogott pengető tartás, bizonyos helyzetekben ez lehet, hogy hátrányt jelentene.